Na gyere ide. Gyere, babszám. Így még nem annyira vagy benne. Gyere ide. Így. Így jó lesz neked? Jó lesz neked, ugye? Köszönöm. Sziasztok! Ez egy igen érdekes videókezdés már, hogyha valaki up to date az életemmel kapcsolatban, hogy úgy mondjam. Szóval ez történt. Van egy kutyánk, és ez nem igazán volt előre betervezve, ugyanis... Hát akkor kezdjük a sztorit az elejéről szerintem. Makondó, mert hogy így hívják. Egyébként Soma találta ki ezt a nevet, és ez egy... kitalált hely, ami a 100 év magányban van. A 100 év magány történet az igazából Makondóban játszódik, szóval Makondó, vagy Maki, vagy Makesz, aki folyamatosan nyalogat, amiről le kell szoktatni. Hozzánk került 2 nappal ezelőtt körülbelül. Hát most már 2,5 napja. Ne nyalogasd a lábam! Maki, fejezd be. Szóval hozzánk került 2 napja, méghozzá úgy, hogy... Fejezd be! Szászalombattáról tartottunk hazafelé, és busszal Pestre, és Érden ugye ez a busz mindig megáll a központban, és felszállt egy idősebb hölgy, és egy bácsi, és kiderült, hogy a hölgyet követi egy kutya, akinek adott egy falat ételt, és most nem akarja ugye elhagyni, és a néni mondta a sofőrnek is, meg így hangosan a bácsinak, meg mindenkinek, hogy neki van 15 macskája, és nem tud most befogadni egy kiskutyát, mondjuk úgy tűnik, hogy nincsen gazdája, de hogy ő sajnos nem tudja befogadni, és hogy ne engedjék fel a buszra. És erre a bácsi elkezdte nagyon mondani, hogy de igenis engedjék fel, és hogy majd ő hazaviszi, neki úgyis kell egy kiskutya, maradjon csak a kutya. Szóval volt ott egy pár perc ilyen vívódás, és végül elindult a busz fent a fedélzeten a kutyával. És hát szerintem Soma látta már rajtam így a legelején, mert én a buszon valahogy mindig elalszom, szóval akármilyen állapotban vagyok, lemegyek így alfába és elalszom, és már kezdtem így lecsúszni az ülésem, már csukva volt a szemem, már kicsit így félállomban voltam, és így Soma látta rajtam, hogy amikor meghalom egy kutya, akkor így kipattannak a szemeim, és akkor még ugye nem tudtunk semmit, nem tudtuk, hogy ez most valakinek a kutyája, vagy hogy került oda, vagy micsoda, csak annyit, hogy elveszett kiskutya. És... nagyon kis kölyöknek néz ki egyébként, főleg a feje, de egyébként nem kölyök, 1 év körüli. Mondjuk ettől függetlenül elég játékos, viszont azért nem annyira szeleburdi talán már, mint egy kiskutya. Na mindegy, szóval kis fiatalos arcocskája van, nem tudtuk, hogy mennyi idős lehet, és akkor ott tartottam a történetben, hogy elindult a busz, és időközben fültanúi voltunk annak, hogy a bácsi nagyon szerette volna felszedni a nénit, nem mindig a legildomosabb módon, és hát utólag kiderült, hogy a kutyát is csak azért akarta hazavinni, mert ugye a néninek szeretett volna ezzel intimálni. Igen, nem foglalkozom veled, úgyhogy kezdjél el tüsszögni. Szóval ezzel csak a néninek szeretett volna imponálni, úgyhogy kiderült, hogy a néni a végállomásig megy, mint mi is, ugye Kelenföldig, a bácsi viszont előbb le fog szállni. És hát elkezdett olyanokat mondogatni a bácsi, és ez most nagyon csúnya lesz, és aki nem bírja az ilyet, az fogja be a fülét. Szóval elkezdett a bácsi olyanokat mondogatni, hogy nem baj, ő így is hazaviszi a kutyát, úgy is kanos, majd csinál neki kiskutyákat. És erre a néni mondta, hogy de hát ez egy kisfiú, és akkor mondta, hogy nem baj, majd együkkal arrébb. Szóval itt pattant ki igazán a szemem, itt igazából már álltam, szóval ilyenkor van ülőhelyünk, amikor így későn jövünk haza, és én bent ültem, de már álltam így Soma mellett a folyosó közepén, és így robbanásra készen ott álltam, és amikor ezt meghallottam, akkor így véglegesen eldőlt bennem, vagy nem tudom, hogy Somámad is-e, de bennem biztosan eldőlt, hogy ez a kutya, ha a bácsi szeretné, akkor sem megy vele haza, ő ma velünk jön haza,
És akkor előre mentem a nénihez, mondtam neki, hogy ne aggódjon, mert mi haza tudjuk hozni a kutyát. Előre mentem a sofőrhöz szólni, hogy bármi van, ne engedje le a kutyát, mert még hogyha lett volna is gazdája, még hogyha csak kiszökött is volna valahol érden belül, akkor is már Diós környékén jártunk. Tehát így nem tudtuk volna ott hagyni, hogy na majd hazatalál, mert annyira messzire azért egy ilyen rövidlábú kutyus, főleg ahogy az elmúlt pár napban tapasztaltuk, nem tudott volna hazasétálni. Igen, szóval a sofőr kérdezte, hogy biztos, mondtuk, hogy biztos, úgyhogy riasztottam Annát, aki szokásos módon a felmentő seregünk volt, úgyhogy köszönjük Anna, és megkértem, hogy hozzon ki Kelem. Ja, mert úgy volt, hogy moziba megyünk. Ehelyett mondtam neki, hogy ma nem mozizunk, mert hogy van egy kutyánk, és akkor küldtem neki a képet, és megkértem, hogy jöjjön ki hozzánk Kelenföldre, és hozzon valamit, ami póráznak megfelelő lenne, mert semmi nem volt nálunk, csak egy, mit tudom én, kézitáska, és akkor néhány apróság, amit otthonról hoztunk. És Anna persze jött, akkor a néni is még ott asszisztált, amikor leszálltunk, kérdezgette, hogy úgy biztos haza tudjuk-e vinni, meg nem hagyjuk-e itt, meg ilyesmi, hogy nem. Egyébként pont összefutottunk Mariannal, meg Klauval ott, meg Klaugával az állomáson, amikor jegyet vettünk a kutyának, mert természetesen amúgy a kutyáknak is kell vonaljegy, és nem akartunk kockáztatni, már így is paráztam, hogy nincsen nálunk szájkos ár, és elvileg az is kötelező. Na mindegy, és akkor az éjszaka közepén, már ugye elég későn jöttünk otthonról, szerintem olyan 10-11 körül voltunk Kelenföldön, az éjszaka közepén hazahoztuk a kutyát, és nem volt túl jó állapotban, nem tudtunk benne csippet tapintani, bár az természetesen nem lehet mindig így megtalálni szabad kézzel, de nem volt rajta nyakör, voltak benne ilyen bogáncsok, vagy toklászok, vagy tudjátok, az a szőrberagadós cuccok, tiszta raszta volt a füle mögött, mondjuk Vaci kutyának is mindig rasztás lesz a füle mögött, pedig vannak gazdái. De nem tűnt olyannak a kis... Ja, fel volt fújódva, olyan büdöseket fingott a buszon is, meg itt is, hogy szörnyű. Szóval nem olyan állapotban volt, mint akinek nagyon gondoskodó gazdája lenne. És akkor hazaértünk, megfürdettük, ilyen, tudom, hogy nem a legjobb a kutyáknak az itthoni sima emberi sampon, de valamivel muszáj volt megfürdetnünk, hogy egyáltalán így a macska közelébe oda merjük engedni, meg így bemerjük engedni a lakásba. Nem tudom, hogy az használ le egyébként valamit, de még biztonságosabbnak éreztük így. Aztán mit csináltunk még? Zirgának van egy hámja, meg egy póráza, azt a pórázt használtuk neki ilyen kis sétáláshoz. Egyébként kétszer pisilt be összesen a lakásba, és most már egy napja szobatiszta. Szóval egy nap alatt szobatiszta lett a kutya, ami azért elég durva, egyszer se kakétbe. Jelez, hogyha ki akar menni. És mi történt? Igen, akkor tegnap előtt voltunk állatorvosnál? Ez az egész sztori vasárnap este történt. Hétfőn mentünk az állatorvoshoz, és vittük Zirgát is egyébként. Gyors kitérő, Zirgának a farka folyamatosan sebes, valószínűleg azért, mert ugye az is amputálva van, és mindig a kis csonkon ül és piszkálja. Azt mondta az orvos, sikerült egy olyan orvoshoz mennünk, aki kifejezetten a bőrgyógyászat... Mennyi logasd a mikrofont, plüss! Köszi! Szóval, aki kifejezetten ilyen bőrgyógyászatra szakosodott, és azt mondta, hogy ödémásodik a farka, és elég csúnya, úgyhogy most antibiotikumot kap, meg antibiotikumos kenőcsöt. Úgyhogy reméljük, hogy Zirga jól lesz, de egyébként a közérzete az jó, és a kutyával is egészen jól. Ne nyalogass! Szóval jól megtűrik egymást. Zirga természetesen fújt rá az elején, nem örült a kis kutyájának, de most már így egy szobában vannak, meg így szaglásszák egymást. Látom, hogy Zirga folyamatosan figyeli meg, nagyon gyanakvó, de azért egyáltalán nem rossz a helyzet. Maki nagyon jól kezeli szerintem a macskány szituációt, sőt, Maki egyébként nem akarok nagyon elérzékenyülni, ugyanis mindjárt beszélni fogok Maki további sorsáról, de én szerintem nem találkoztam még ennyire jól kezelhető és együttműködő kutyával. Szóval nem tudom, hogy ha valami rossz csontot hoztunk volna haza, akkor most ez az egész szituáció hogy állna, de Maki a legegyüttműködőbb kutya emberekkel, kutyákkal, más állatokkal, mindennel kapcsolatban. Szóval komolyan nem tudok egy rossz szót mondani rá. Azonnal megérti, hogyha valamit nem szabad, ha rászólunk kétszer, hogy nem, kétszer-háromszor, hogy nem, akkor megérti, hogy azt ne csinálja. Egyedül ez a nyalogatás az, ami valószínűleg nehezebb lesz, amiről nehezebb lesz leszoktatni.
de hihetetlenül jól viselkedik mindenkivel. Az idegen kutyákat elsőre megugatja, de valószínűleg csak azért, mert annyira izgatott és annyira szeretne ismerkedni. Egyébként kankutya, szóval attól féltem, hogy azért ugat másokra, mert le akarja őket így dominálni, vagy valami, de nem, simán oda lehet engedni kutyákhoz, most az elmúlt két napban ezt tesztelgettem séta közben, és tök jó dolog. Miről nem beszéltem még? Ja igen, az állatorvosnál tartottam, tehát megnézettük biztosan, hogy van-e benne csip. Egyébként közben Sovának írtak Instagramon két lány, hogy ők is megtalálták már ezt a kutyát Érden, és elvitték állatorvoshoz, hogy van-e benne csip, és az állatorvos elég lekezelő volt, és elég, hát nem volt túl kedves, meg eléggé sürgette a lányokat, ami miatt lenne néhány keresetlen szavam hozzá, de... mivel nem voltam ott, ezért most inkább ezt nem minősíteném. Szóval azt mondta a lányoknak, hogy nincsen benne csip, és simán lehet, hogy csak egyszerűen ilyen önsétáltató kutya, aki kilóg néha egy kertesház kertjéről, vagy egy lakásból kiengedik, és akkor ott megsétáltatja magát. Hát az az igazság, hogy amilyen állapotban ez a kutya volt, egyrészt nem hiszem, hogy volt gazdája, másrészt, ha volt is gazdája, nem keressük az eredeti gazdáját. Nem szeretném, hogy olyan helyre kerüljön vissza, ahol úgy bánnak vele, ahogy. Főleg, hogy ilyen áldott jó természete van. Szóval nem érdemelné meg azt a bánásmódot, amit eddig kapott. Tehát az állatorvosnál megállapították, hogy valóban nincsen benne csip, nincsen regisztrálva, fel van fújódva, de további probléma így elsőre, külsőre nem látszik. Úgyhogy kapott csipet, kapott oltást, kapott féreghajtót, kapott tápot, és akkor elmentem még vele a közelünkben lévő állatkereskedésbe. Egyébként az Alfa Zoo van hozzánk legközelebb, azért járunk oda, de máshova is beszoktam nézni, amikor ilyen dolgokat veszek, ugye Zirgennek is, amikor a cuccait vettem. Szóval elmentünk oda, és vettem neki mindenféle rágcsát, játékot, jutalomfalatot, ilyesmit. Ja igen, pórázt és nyakörvet nem vettem neki, ugyanis akkora szerencsénk van, vagy akkor a szerencsém van, hogy Instagramra, amikor kiraktam, hogy van ugye ő, és hogy ajánljanak nekünk kutyakozmatikust, akkor írt nekünk a Six Feet Design, hogy abban nem tud segíteni, de nagyon szívesen adna nekünk egy nyakörvet és egy pórázt, úgyhogy itt van rajta a gyönyörűséges nyakörve, ilyen kis narancssárga és biztonsági záras, tehát hogyha ezt itt lezárom, akkor nem lehet megnyomni. Úgyhogy véletlenül se jön le róla. Most egyébként kicsit meg kéne húznom, mert elég laza, de így néz ki. És egy ilyen kötélszerű pórázunk van. Azt képen Instagramon láthattátok már, sztoriban. Szóval nagyon köszönjük a Six Feet Designnak, hogy ezt így ideadták nekünk. Teljesen ingyen és bérmentve, mert hát az, hogy találtunk egy kutyát, az ugye alapjaiban változtatja meg az életünket, de az egyik legnagyobb dolog az az anyagi vonzata az egésznek, szóval még szeretnénk őt ivartalanítatni is, de így is nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában az állatorvosok, meg az állat kiegészítőknek az áraival, de katasztrofális. És így nem csodálom, hogy az állatmenhelyeknek és az állatmentőknek ennyi gondja, baja van. Kérlek, hagyd már abba a nyalogatást, hát tocsog a kezem. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik, hogy így legalább erre nem kellett költenünk, és ja igen, szóval a további helyzete, vagy a további sorsa a kutyának igazából még nem eldöntött. Soma szerint túl nagy felelősség lenne megtartani, és őszintén szóval még nem beszéltünk a kutyáról a lakástulajjal, ugyanis, ugye, mint tudjátok, valószínűleg, vagy ha nem, akkor most mondom, szóval mi albérletben vagyunk, és a macska egy olyan dolog volt, amit alapvetően támogattak a tulajok, azt mondták, hogy nekik is macskáik volt korábban, szeretik őket, és hogy nem bánják. Viszont nem tudom, hogy a kutyákhoz hogy állnának, nem tudom... Fejezd már be! Pont most olvastam egy Facebook csoportban, hogy ez a nyalakodás hosszú távon nagyon idegesítő, mert a gyerekeket is össze-vissza nyalják, meg minden idegen, aki nem szeretné, hogy kutyanyálas legyen, és ezért erről le kell szokni. Úgyhogy most nem foglak simogatni. Bizony. Tehát a kutya sorsa még nem eldöntött. Én hajlok afelé, hogy megtartsuk, de nem szeretnék felelőtlen döntést hozni. Viszont azt mindenképpen szeretném, hogy Maki olyan gazdához kerüljön, aki tényleg felelős állattartó,
és tudja, hogy mivel jár egy kutya. És egyébként hozzátenném, hogy a Pasaréti térre járunk állatorvoshoz, nagyon szeretjük a rendelőt, eddig mindhárom dokival jó tapasztalatunk volt, akivel mi találkoztunk, ami nem hárman vannak azt hiszem összesen, de mindegy, mi hárommal találkoztunk. És pont ott a rendelő mellett van egy kutya kozmetika is, ugye ez sokszor van így, és átszaladtam, amíg várakoztunk, hogy sorra kerüljünk, és azt mondták, hogy pont nincsen senki a kutya kozmetikában, úgyhogy rendbe tudják hozni, és ott is tündériek voltak velünk, és sokkal alacsonyabb árat kellett volna fizetnem, mint amit más kutya kozmetikáknál a honlapokon láttam, hogy általánosságban mennyibe kerül egy ilyen teljes körű karbantartás. Úgyhogy nagyon, nagyon örültem az egész szituációnak, és ott is jelezték, hogy lehet, hogy lenne olyan, aki örökbe fogadnám, akit. Úgyhogy az biztos, hogy szerintem könnyen találnánk neki gazdát, mert bár fekete, ami általában népszerűtlen szín, de nagyon jó természetű, és nagyon cukin néz ki, és nem túl nagy testű, sőt kis termetű kutyus, de még mi se tudjuk, hogy legyen. De ne gyalogatjál engem. Egyébként teljes mértékben a gazdájának tekint így 2,5 nap után, folyamatosan a seggemben van, folyamatosan követ, és tulajdonképpen semmi más, még a kaja sem érdekli, csak az, hogy foglalkozz velem. Igen. Olyan szépen tudsz nézni. Gyönyörűséges vagy. Azt hiszem, hogy mindent lefettem. Rákcsálni nagyon szeret amúgy. Papírt mindig, a papír, leeső papírokat mindig szétrákcsálja, amit persze elveszünk tőle, meg Zirgának is két olyan játékát szétrágta, amit amúgy annyira nem szeretett, szóval azért hagytuk, hogy rákcsálja, mert Zirgának nem azok voltak a kedvencei, de a plüsseket is sajnos... Mi van velem? A plüsseket is sajnos szétrágja, és nem csak szétrágja, de meg is eszi, úgyhogy plüst nem kap. Nem kap többet. De egyébként nem volt vele eddig probléma. Mit nem mondtam még? Nem mondtam minden. Szóval egyelőre arra szeretnélek kérni titeket, hogy ne jelentkezzetek a kutyáért. Volt, aki írta, hogy szívesen keresnének ki befogadót, vagy ilyesmi, de mindenképpen szeretnénk előbb ivartalanítatni, és utána eldönteni, hogy mi legyen a sorsa, meg még így pár napig, hétig kitapasztalni, hogy milyen a kutyákkal való együttlét. Egyébként annyira vicces, hogy néhány napja, néhány hete még Jason Nashnek meg Trisha Paytasnek a videóit néztem, amikor a Trisha kap egy kutyát a Jasontől, és így gondolkoztam majd, hogy jaj, majd egyszer nekünk is lesz kutyánk, meg milyen cuki, meg nem tudom, és így boom, itt egy kutya. Úgyhogy nagyon, nagyon vicces, hogy miket hoz az élet. Nem tudok többet mondani, azt hiszem. Ja igen, egy dolog még, azt is mondtátok sokan, hogy milyen állatmenhelyre vagy állatmentőnek tudnánk adni, vagy vinni, vagy nem tudom, anya rögtön megkérdezte, hogy tehát, hogyha leszálltatok a buszról, akkor miért nem hívtatok rögtön egy állatmenhelyet, vagy egy állatvédőt, és az az igazság, hogy amíg még azért van arra anyagi lehetőségem és helyem, hogy legalább egy rövid időre elhelyezzek egy kutyát és segítsek rajta, addig nem akarom ezt a felelősséget másnak a nyakába varni, mert az állatmenhelyek, az állatmentők, akár magánszemély, akár szervezet, mind nagyon le vannak terhelve. Szóval az ivartalanítással kapcsolatban is úgy gondoltam, hogy ez a minimum, hogy ne hárítsam át ezt a költséget valaki másra, hogyha egyszer valahogy össze tudjuk ezt gyűjteni, vagy össze tudjuk hozni. Szóval, ja, lehetséges, hogy Maki nem marad nálunk örökre, és keresünk neki egy nagyon jó gazdit, de még nem tudjuk. Úgyhogy a további fejleményekről úgy is fogunk nektek szólni. Nagyban függ ez ugye a lakástulajdonosoktól is, hiszen azért mégiscsak ez egy albérlet, és vannak határok, vannak szabályok, amiket muszáj betartanunk, és igazodnunk hozzájuk, úgyhogy ha Instagramon követtek, akkor valószínűleg ott úgyis gyorsabban megtudtok mindent, szóval igen, az ilyeneket általában sztoriba szoktam kirakni, hogyha valami hirtelen dolog történik az életemben, vagy az életünkben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hamarosan érkezem nem kutyás kontenttel is, de egyébként, hogyha szeretnétek még valami kutyás kontentet, amíg még van egy kutyánk, akkor írjátok meg, hogy miért szeretnétek. Kicsit én is be vagyok azért sózva amúgy, mert imádom a macskákat, félreértés ne essék.
ugyanannyira szeretem, mint a kutyákat, hanem jobban, de egészen más, hogyha az embernek kutyája van. Szóval ezt a sztorit még elmondom, aztán vége a videónak. Ezt többeknek is meséltem, hogy amikor reggelente innen az emeletről a hálóból lemegyek a konyhába, akkor Zirga azzal üdvözöl, hogy rohan a tájához és nyávog, hogy ő éhes, pedig mit tudom én, későn feküdtünk le és 6 órájára, tehát akkor is éhes. És a kutya meg, lent aludtam az első 2 éjszaka a nappaliban, hogy így lássam, hogy mit csinál, ne pisiljen be, ne bántsa a macskát, stb., hogy megfigyeljem. És reggel felszaladtam a kulcsomért a hálóba, nettó fél perc volt, és amikor lementem a lépcsőn, akkor úgy üdvözölt, mint hogyha 3 éve nem látott volna, és annyira örült nekem, és akkor éreztem, hogy aha, szóval ez a különbség kutyák és macskák között. De nehogy félreértsétek a macskáknak a személyiségét, és imádom meg a viselkedését, de ez például jól esett a kutyától. Na szóval, még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hamarosan újból találkozunk. Sziasztok!